Ezen az önkormányzati telephelyen kezdődik majd el az a barnamezős beruházás, amelynek során épületeket alakítanak ki a helyi vállalkozások számára. A 131 millió forint értékű beruházás során teljesen meg fog újulni a jelenleg leromlott állapotú telephely. Hasonló fontos fejlesztés lesz a meglévő városi piac átalakítása is. A projekt keretében egy 1788 négyzetméter nettó alapterületű csarnok épül meg. A helyi termelőknek ezzel a jelenleginél kulturáltabb körülményeket biztosítanak az árusításhoz, és a vásárlók számára is kényelmesebb lesz a vásárlás. Ezzel a két fejlesztéssel együtt egyébként már 5 nyertes pályázata van a városnak. Fehérgyarmat város 5 topos pályázatban szerepelt eddig sikeresen. Nagy öröm ez számunkra, hiszen közel 1,7 milliárd forintos támogatást jelent ez a város számára. Mind olyan fejlesztést nyertünk el, amely meghatározó, én úgy gondolom, a város élete szempontjából. A legnagyobb öröm számunkra az, hogy a piaccsarnok építésére 500 millió forint támogatást nyert el önkormányzatunk. Ez egy régi vágya volt a városnak, hogy normális körülmények között, időjárási viszonyoktól függetlenül lehessen vásárolni a lakóknak. Egy másik pályázat révén 43 millió forintból megújul a fehérgyarmati központi orvosi ügyelet és a Kölcsei telephely épülete, valamint új ügyeleti autót és orvosi berendezéseket is vásárolnak. A másik nagyértékű pályázaton kerékpárutat építenek meg, amelynek segítségével Nagyartól Cégénydányádig lehet kerékpározni a városon keresztül. Tulajdonképpen a Fehérgyarmat Kisar és a Cégénydányád irányába tartó külterületi kerékpárutakat kötni össze, vagy fogja összekötni belterületen. Tehát tulajdonképpen a városon keresztül vezetne ez a kerékpárút, ez is egy 500 millió forintos támogatást elnyert projekt. Nem lesz könnyű kivitelezni, hiszen azt tudni kell Fehérgyarmatról, hogy jelenleg parkolási gondokkal küzdünk, tehát nagyon nehéz lesz azt a nyomvonalat megtalálni, amely mindenki elégedettségére fog szolgálni. 400 millió forintból a Gábor Áron, Honvéd, Hunyadi, Bartók, Dózsa, Dózsa köz, Deák Ferenc, Béke, Hatház és Tolnai utcák által érintett városrész csapadékvíz elvezető rendszereit is felújítják.